Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió híradóját látják december 27-én kedden. Azonnal rátérünk a részletekre, de előtte jöjjenek a nap hírei egy-egy mondatban. Hújjelentés, már lehet síelni a Bükki pályákon. Most pedig jöjjenek a részletek. Remek hangulat és 20 cm-es hó fogadja azokat, akik az esztendő utolsó hetét a Bükki sípályák biztosította szórakozásnak szentelik. Jelenleg 3 pálya várja a látogatókat, de az előrejelzések szerint tovább javul majd a lejtők minősége, ugyanis péntekre újabb hóesés várható. Akik a tél szépségeire vágynak, nos azoknak csak javasolni tudjuk, hogy látogassanak el Bánkútra, ahol azért már megmutatta magát a tél. Szánkóval vagy síléccel közlekedve, de egyre nagyobb számban érkeznek látogatók, hogy leteszteljék a pályákat. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretnék egy bérletet. Bár a minden igényt kielégítő hótakaró még nem érkezett meg a bánkúti sípályákra, egyre többször hangzik el ez a mondat, és ott jártunk során is tapasztaltuk, hogy a déli órákra megtelt a parkoló. A meredek pályákon ez a hó még nem elég a biztonságos síeléshez. Reméljük, hogy a hétvége felé ígért újabb hóesés ezen változtatni fog, de úgy tűnik, hogy mindenkinek megvan a maga lehetősége. A körpálya az 1,6 km hosszú, úgyhogy azon azért lehet síelni. Ez a család például először jár Bánkúton, ám nem véletlenül jöttek most sem. Ugyanis a pályák alkalmasak arra, hogy a gyerekeket itt avassák be először a sílécen közlekedés rejtelmeibe. Igen, kellemes, nagyon kellemes a környezet is, és mi is ezt hallottuk, hogy ez nagyon gyerekbarát ez a pálya. Bánkúton jelenleg a hóréteg vastagsága 20 cm, és változatlanul a kevésbé meredek pályákat lehet használni igazán biztonságosan. A kettesen, a négyesen csúsztam le, az ötösen is lecsúsztam. Bizony sokan gyerekekkel látogatnak el Bánkútra, ahol a legfiatalabb látogató még csak így próbálhatta ki a pályát, ahol a ködös idő ellenére remek volt a hangulat. Még alakítani kell a fejét egy kicsit. A családi hóember építés mellett csengett a száncsengő is, sőt a tervek szerint december 30-án még egy nyílt síverseny is várja a kikapcsolódni vágyókat. Az előrejelzések pedig péntekre a további lehűlést és 5 cm friss havat is jósolnak, majd január 6-ára várhatóan már nagyobb mennyiségű égi áldás hull majd a térségre.